Az utolsó simításokat végzik a Continental Arena küzdőterén, készül a Bajnokok Ligája követelményeinek megfelelő röplabdapálya. A Nemzetközi Szövetség előírásai szigorú elvárásokat támasztanak a sportág klubszinten legmagasabb rangú meccsének rendezőivel szemben. Igaz, a részvevő csapatok is a legmagasabb szintet képviselik. A BL-be 2004 után visszatérő nyíregyházi a csütörtöki ellenfele, az Imóku Konyeliánu, a sorozat címvédője, és 76 zsinórban aratott győzelmével nemrég állított fel rekordot. Ők a világ legjobb klubcsapata, a világ legjobb játékosaival, ők megérdemlik azt teljes mértékben, hogy ezt a jelzőt használjuk rájuk, pont ez a 76 veretlen mérkőzés, ami már új Guinness rekordnak számít ugye a sportágon. Sportágon belül és a sportban is, mert ugye 76 veretlen mérkőzést tudnak maguk mögött, ugye ez a tavalyi teljes Bajnokok Ligája sorozat, a tavalyi teljes olasz első osztályú sorozat, ami a klubvilág bajnokság sorozat is, tehát hogy tényleg csak nagy betűkkel lehet róluk beszélni, ők fognak holnap nálunk vendégszerepelni, nekünk rájuk kellett készülni. Én úgy gondolom, hogy ez egy fantasztikus, nagyon nagy lehetőség a játékosainknak, a klubunknak, hogy egy ellenük mérettethetjük meg magunkat. Bár az olasz csapat a mérkőzés toronymagas esélyese, Németh Szabolcs szerint nem feltett kezekkel lépnek pályára. Ez az a találkozó, amelyen tét nélkül felszabadultan játszhatnak a Fátum Nyíregyháza röplabdázói. Ellenünk nem lehet más az elvárás, mint egy felszabadult vagány játék, ami majd meglátjuk, hogy mire lesz elegendő. A legjobb játékunkkal kell előrukkolni ahhoz, hogy meg tudjuk őket a dolgukat nehezíteni, akár szetteket rabolni, de még egyszer mondom, az, hogy a legjobbunkat nyújtjuk, nem feltétlenül biztos, hogy elegendő lesz a mérkőzést nyerni, de nekünk már le kell vonni azokból a pozitív dolgokból is a következtetéseket, amik ugye esetleg lesznek. És szinte biztos vagyok benne, hogy lesznek. Nem könnyű mérkőzés vár ránk, pontosan azért is, mert úgy kell fölmenni a pályára, hogy nem mi vagyunk a favoritja a mérkőzésnek, viszont ez lehet jó is, hogy nem nyom minket a teher. Görcsösnek semmiképp sem szeretném látni a játékosainkat, mert akkor nem fog működni. A Fátum Nyíregyháza Imóku Konyeliánu Bajnokok Ligája mérkőzés csütörtökön 18 órakor kezdődik a Continental Arénában.